Augusztus második hétvégéjén rendezik meg Bonyhádon a jubileumi 20. Tarka Marha Fesztivált. A már jól megszokott módon idén is a marhahúsból készült ételeké lesz a főszerep, de a kilátogatók részt vehetnek szakmai előadásokon, kulturális és egyéb szórakoztató programokon is. A Tarka Marha Fesztivál első napja az én feladatom tulajdonképpen, annak a szervezése a szakmai nap. A szakmai napon 3 előadónk lesz, ezt követően pedig a szokásos konferencia utáni sültokor és marhagulyás fog következni. Bonyhádot a magyar tarka tette igazán híressé, hiszen már a percelek idejében kialakult a piros tarka tájfajta. Ismertető jele, hogy színe a bőrsárgától a sötétvörösig terjed, fehér foltokkal. Az eredeti bonyhádi tájfajtát az alapjában sötétvörös szín, martájékon átcsapó fehér folt, fehér fej, pigmentmentes szügy és köröm, valamint fehér farokbolyt jellemzi. A 20. század elején több mint 1 millió volt a magyar tarka létszáma, aztán ugye következett egy váltás, amikor úgy gondolták, hogy a 72-es reform idején, hogy a nagyvárosok környékére egy tejelő fajtát kellene telepíteni, hogy a tejellátás biztosított legyen. Ez idézőjelben olyan jól sikerült, hogy a magyar tarka létszáma elkezdett nagyon-nagyon fogyni, és a 89-ben, amikor megalakult az Egyesület, akkor tért a fajta újra magához, és kezdett növekedni a létszáma, és indult el a komolyabb tenyésztése, úgyhogy ma már újra 60 ezer körül van a magyar tarka tehén létszáma itt Magyarországon. Két helyszínen is zajlanak majd a programok, a szórakoztató műsorok és a koncertek. A korábbi években, illetve a kezdetekkor a mostani kaszinókert adott otthont a fesztiválnak, és ahogy ez bővült, ki kellett menjünk a szabadságtérre, és valljuk be, ez a tér a régi formájában nem is volt annyira esztétikus. Igazából a programokat kinőttük, és ezért is volt jó, hogy a város központba került. A délutáni programok mindkét napon a kaszinókertben kerülnek megrendezésre, pénteken 4 órakor kezdődnek majd, és tartanak este 8-ig. Aztán lesz egy rövid átállás, és a szabadságtérre megyünk, ahol a nagy koncert kezdődik majd. Szombaton pedig 2 órakor kezdünk, ott már lesznek gyerekprogramok is, népi játszóház, elmés játékok, játszóháza, kivonul a Paks 2, ők is egyébként szórakoztató formában mutatják be a beruházásukat gyerekeknek, családoknak. Lesz majd gyerekkoncert, és ez este 6-ig fog tartani körülbelül, amikor is újfent átveszi a szabadságtér a fesztivál központi szerepét, ahol kezdődnek szintén a nagy koncertek, és mindkét estének a befejező programja is a szabadságtéren lesz a városközpontban. A fesztiválnak vannak kísérő programjai is. A magyar szemmel kiállítás és a tarkafotópályázat is megtekinthető, de véradás és főzőverseny is színesíti a műsorokat. Az idén 20. alkalommal jubileumi fesztivált tartunk, 2 év kényszerpihenő után, hiszen az elmúlt időszakban sajnos a járványhelyzet nem tette lehetővé, hogy ezt a nyár, illetve az egész év legnagyobb és mindenki által nagyon várt programját megszervezhessük. Ez épp ezért nagyon nagy a felfokozott érdeklődés és a várakozás, nem csak a szervezők részéről, hanem azt gondolom, hogy a város lakossága részéről is, nem hiszem, hogy nagy titkot árulok ezzel, hiszen tényleg mindenki nagyon szereti. Már a szabadságokat is sokan úgy tervezik, akik már nem élnek Bonyhádon, hogyha valamikor, akkor a Tarka Fesztivál idején hazalátogatnak újra Bonyhádra. Éppen ezért azt látjuk és érezzük, hogy velünk együtt nagyon sokan várják már ezt az augusztusi hétvégét, és azt örömmel tudom elmondani, hogy nem csak a városi költségvetésbe terveztünk ebbe egy jelentős összeget ennek a fordítására, hanem egy nyertes pályázatnak köszönhetően is tudjuk a rendezvény sikerét biztosítani, és ami új jelem, és amiért nagyon hálás vagyok, és ezúton is köszönöm, hogy nagyon sokan szponzorok is, cégek is támogatják az idei 20. jubileumi fesztivált, hogy bízom benne, hogy minden készen áll majd arra, hogy ezen a színes hétvégén mindenki nagyon jól érezze magát, minden korosztály, hiszen mindenkire gondoltunk, mindenkire készülünk. Az idei Tarka Marha Fesztivál a maga nemében egyedülálló lesz, melyre az ország minden szegletéből várják az érdeklődőket.